Szeretettel köszöntöm Önöket, és szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek! A Madarász Imre Egyesített Óvoda által szervezett Jászd újra kreatív alkotó kiállításon. Gulyás Ferencné vagyok, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézmény vezetője. A mai kiállítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Nemzeti Tehetségprogram keretében valósul meg, Természetre hangolva című pályázatunk keretében, amelyet a kulturális és köznevelési intézmények számára hirdettek meg 2015-ben. Ez a mai nap egy tehetséggondozó programnak az eredménye, hiszen az itt kiállított munkákat azok a tehetséges karcagi óvodás gyerekek, szülők, óvonénik készítették, akik környezeti, kézműves tehetségműhelyekbe járnak, és érdeklődnek azok iránt, a technikák iránt, amelyekkel egy picit tehetünk azért, hogy a környezetünket szebbé, jobbá, fenntarthatóbbá tegyük. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Kovács Szilvia alpolgármesterasszonyt, külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm Nagyné László Erzsébet önkormányzati képviselőasszony. Tisztelettel köszöntöm Szepesi Tibor önkormányzati képviselő urat, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnökét. Szeretettel köszöntöm a Karcagi Általános Iskolai és Alapfokú Művészeti Iskolai Iskola igazgatónőjét, Plósz Csilla igazgatóasszonyt. Szeretettel köszöntöm a Pedagógiai Szakszolgálat tagintézmény vezetőjét, Körünkbe Zsoldos Erzsébet tagintézmény igazgatóasszonyt. Szeretettel köszöntöm az általános iskolák pedagógusait. Köszöntöm a Köszöntöm a kedves szülőket. Köszöntöm az alkotó kolléganőimet, akik ezt a mai kiállítást itt létrehozták, és köszöntelek benneteket, kedves gyerekek, akik elkészítettétek ezt a sok-sok szép játékot és eszközt, amelyek ma itt kiállításra kerültek. Ahogyan mondtam, tehetséggondozó műhelyek alkotásait is láthatjuk, hiszen a tehetséggondozó program keretében került megvalósításra a mai napunk. A kiállításunk megnyitására és a mai délután megnyitására nagy szeretettel és tisztelettel felkérem Szepesi Tibor önkormányzati képviselő urat. Tisztelt alpolgármester asszony, képviselő asszony, óvodavezető asszony, tisztelt óvodapedagógusok, tisztelt szülők, kedves gyerekek! Karcagváros önkormányzata és a Délinél Kulturális Központ nevében is tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit az immár megszámolni sem tudjuk hanyadik alkalommal megrendezésre kerülő Jászd újra kreatív alkotók, alkotások kiállításán, amely a hulladék újrahasznosítás téma körében kerül megrendezésre. Ahogy a tavalyi évben is a megnyitónkor elmondtam, és ott megfogalmazásra került, hogy az újrahasznosítás a gyűjtő neve mindazon tevékenységeknek, amelyeknek célja, hogy az ember által készített, tartós, nem természetes, főleg hulladékká váló anyagokat nyersanyaggá alakítsa át, és olyan másodlagos, újrahasznosítható anyagokat állítson elő, amelyek segítik a természetes anyagok felhasználásának csökkentését. Ennek az a célja, hogy a föld erőforrásait megkíméljük, például, hogy kevesebb fát kelljen kivágni papírgyártás céljára, vagy kevesebb vasércet kibányászni acélgyártásra. Emellett fontos cél, hogy a természetbe kerülő hulladékok mennyisége is csökkenjen, vagyis, hogy megvédjük környezetünket. Mi is a környezet? Környezet minden, ami körülvesz bennünket. És épp ezért mindenki befolyásolja minden egyes tettével. A környezet tudatos magatartás alapja, hogy megértsük, hogyha én valami jót teszek, és te, és ő is tesz, akkor mi együtt tettünk jót.
Vagyis mindenki egy személyben felelős a világ alakulásáért, mert aki elfogadja a rosszat, az felelős azért, ha rosszabb lesz. Cselekednünk itt és most kell, és a sok kicsiből lesz a nagy. Ezért arra kérek mindenkit, hogy gondoljon a megfáradt, túlszennyezett bolygónkra, a bolygón élő emberekre, szeretteinkre, és cselekedjünk ennek megfelelően. Soha ne feledjük, hogy földünket, ezt a csodálatos élőhelyet az apáinktól kaptuk, tőlük örököltük, és meg kell őrizni utódaink számára is. Napjainkban a Földet és ezt a bioszférát már számtalan olyan sérülés érte, amelynek a hatása visszafordíthatatlan. A még létező természeti értékek megőrzése, a jelenlegi állapot fenntartása, netán ott, ahol még lehetséges ennek az eredeti állapotnak a helyreállítása, nem elsősorban pénzkérdése. Alapvető eredmény ezen a téren az emberek gondolkodásának, életvitelének megváltozása. Szeretnénk ezzel a kiállítással is a gyerekek megmutatni, hogy sok olyan dologból, amit kidobnának, tudunk sok olyan dolgot készíteni, amit drágán megvehetnénk. Talán kevesen tudják, hogy Magyarországon körülbelül 100 cég foglalkozik a különböző hulladékok újrahasznosításával, legyen ez papír, fém, műanyag, üveg, gumiabrancs, és még sorolhatnám az újrahasznosításra váró termékeket. És talán Karszag is előjár ebben a témakörben, hiszen az elektronikai hulladékhasznosító és a PET palack feldolgozó cég beindulásával talán megmutathatjuk a nagyvilágnak, hogy valóban hogyan is kell ezeket a dolgokat újrahasznosítani. A mai kiállításon részesei lehetünk a hulladékok új formai művészi átalakulásának. Az itt bemutatott tárgyak, eszközök, játékok mind-mind a gyermekek kreatív elméjének a szüleményei. Abban különlegesek, hogy az egészen fiatal óvodás korosztály fantáziájának, az őket felkészítő óvodapedagógusoknak és az aktív szülőknek a munkája. Kedves gyerekek, óvodapedagógusok, szülők! Szívből gratulálok valamennyi tárgy elkészítőjének, megálmodójának a gondolathoz, és természetesen a megvalósításhoz is. Gratulálok az óvoda nevelőtestületének, a tehetségpontok vezetőinek, a lelkes szülői munkaközösségnek, a kiállítás megszervezőinek, lebonyolításához és a támogatáshoz, melyen hozzásegítették a gyermekeket egy új gondolatvilág megteremtéséhez. További munkájukhoz sok sikert kívánok. A kiállítás megtekintéséhez további, akár otthon is hasznosítható kreatív ötletek elfigyeléséhez pedig szép délutánt, nézelődést kívánok. Köszönöm szépen. Tisztelettel megköszönöm képviselő úr gondolatait, megnyitó beszédét. Kedves gyerekek, kedves vendégeink! A mai kiállításra a tehetséggondozó csoportjaink nem csak alkotásokkal készültek, hanem egy kis műsorral is szeretnének bennünket meglepni. 5 tehetséggondozó műhelyünk, akik ebben a programban részt vesznek, és a mai napon mind az 5 műhelybe járó gyermekek színpadra fognak lépni. A Táncsics körút 17-es óvoda kézműves és környezeti tehetséggondozó csoportja, a Táncsics körút 19-es óvoda környezeti és kézműves tehetséggondozó csoportja, valamint a Zöldfaúti óvoda kézműves csoportjába járó gyermekek fognak ma műsort adni itt nekünk a színpadon. A szakmai programot és projektet tehetséggondozó műhelyeket vezető kolléganőim valósítják meg, Andrássy Tiborné Editke, Háló Éva, Vályi Nagy Tímea, Mándi Kata és Nagy Tiborné óvodapedagógus kolléganőim. A kis műsorra is ők készítették fel a műhelyekbe járó gyermekeket. Én azt kérem önöktől, hogy fogadják a gyermekek műsorát nagy-nagy szeretettel, és majd ezt követően
a gyermekek számára itt a teremben lehetőség nyílik arra, ahogyan azt mondta képviselő úr, ezeknek a játékoknak a kipróbálására is. Tiétek a színpad, gyerekek, fogadjuk őket szeretettel. Hát azért kaptam ezt a nevet, mert mindig ültem a parton, nem járt ott velem senki, és elneveztek így, és arra vártam, hogy hát ha majd van, aki egyszer csak elrepül és játszik velem, de nem járt ott velem senki. Olyan csúf nevem van, úgy szeretnék egy másikat, egy olyat, amire büszke lehetek, egy nagyon szép nevet szeretnék. Arra gondoltam, hogy megyek és keresek egy új nevet. Á, az nem lehet, azt ki kell érdemelni. Nincs mit tenni, akkor én meg így maradok. Főszel, zállalgatok maradok. Jaj, de sok éve járom már az utcákat. Alig találom őket szemüket. Nem nekem való már az a munka, olyan öreg vagyok én már. Miért lógatod úgy az orrod? Hát egész nap csak üldögélsz, lógatod a lábad, nincsen semmi dolgod. Bárcsak nekem lehetne ilyen jó módon. Na, leülök ide mellé, milyenek egy kicsit, igazán megértem le. Aztán közben mesél már rám, mi nyomja a lelkére. Hát semmi igazán, semmi olyan fontos. Jó, kivel lehet halljam? Na jó, rukom, éppenséggel elmondtuk. Tudod, a nevemmel nem tudok megbarátkozni. Olyan csúnya az, hogy főszel számolgató van. Olyan semmit tevő, olyan mi haszna, mintha egész nap nem csinálnék semmit, csak lógatnám a lábam. Hát, tudod, ez az én nagy bánatom. Mit érzed? Tudsz nekem segíteni? Tudom is, hogyan szerezhetnél magadnak egy új nevet, igen, és közben rajtam is segíthetsz. Tényleg, én már olyan élet vagyok. Nem nekem való már az a rendfelügyelőség, a szemét felkutatása, az állandó jövésmelés, Igen? Elhathatnád az én feladatomat. Komolyan? Az utcák tiszták maradjanak. Házakból pedig kikerüljön a sok felesleges holmész, ami... Jó? Mit gondolsz? El tudnád látni az én feladatomat? Hát... Szerintem igen. Szívesen vállalom. Jaj, de jó! Te leszel az új rendfelügyelő! Komolyan! Bizony, bizony! Jaj, de jó! Én megyek is akkor! Nézd csak! Elbegyőjt a mesél! Szervusz, Manó! Szívesen vállalom! Viszlát! Tiszták lesznek az udvarok, és az utcák sehol nem lesz személy. Jaj, de jó! Mi kis szemét az utcán? De majd... Tiszták! Nem is tiszták! Hát, de most nem te össze! Már tárva, de!
Akkor ezt a kukalomot! Szegény van, minden! Na! Hát nem tűnök, ez boldog, már ez mégis csak sok. Ilyen sok szemét, hogy lehet a földön? Na, a borsót is összeszedtem, azt hiszem. Akkor kukacom lett minden. Hát, ez boldog. Én ezt nem tudok csinálni. Elfáradtam. Neked kell a segítség. Nem csinálni. Jól hallottam, amit mondtál, de ezt már nem teheted. Nem hagyhatjuk, hogy minden ellepjen a szemét, nem fordíthatunk hátat a problémának. Képzeld el, Manu, a minap az egyik óvoda előtt jártam, és valami különöset láttam. A gyerekek valami furcsa színes dobozokba gyűjtötték a szemetet. Azt nem tudom, hogy miért nem egykopatba gyűjtötték, mint ahogy te, de mit szólnál, ha megkérdeznék tőle? Jó, jó, menjünk. Amilyenekkel ő eddig még sohasem találkozott, de most mindent előtte. Segítenétek neki, hogy hogyan kell ezeket gyűjteni? Jaj, de jó, hogy ilyen szorgalmasak és ügyesek vagyok. Hát akkor, itt van az én nagy, hatalmas szemét kupacom. Csak azt nem tudom. Kedves Balázs, kedves, segítsetek nekem kiválogatni a kupacból ezt a fajta valamit. Yeah.
Szőt szeretnétek? Én kicsit szeretnétek óvatosan. Tudom, hogy felnőttel lehet, de azért azt gondolom, hogy kis betűkárnak helyezni. Nagyon ügyesek vagyok is. Azt is megtanultam. Barna, színes üveg, zöld, szeretnék, hulladékű, kukárnak felnőttel lehet. Jaj, még mindig van a szemű kukacomból, de már nem olyan sem. Mi, mint az előző. Vagy mégsem. Segítsetek már nekem fel a vircsúszéget, és ott készítek. Na, és ha látod, én is kiveszem. Ezek. Thank you.
Azt gondolom, hogy a Kukamanó történetén keresztül nem csak a színpadon lévő gyerekek, hanem itt a benneteket néző téren lévő gyerekek és felnőttek is nagyon sokat tanulhattak és tapasztalhattak a szelektív gyűjtésről, illetve arról, hogy hogyan is kell a szelektívbe gyűjteni azt, ami nem mindig szemét. Köszönjük szépen a műsorotokat a felkészítő óvónéniknek, és hogy láthattuk azt a színpadon, hogy nem csak a kézművességbe, a környezettudatosságba vagytok tehetségesek, hanem színpadra termettetek, és még zenélni is tudtok egy hulladékokból összeállított hangszerekkel, zenekarral. A mai napon a kiállításunk keretében első alkalommal kerül sor arra, hogy a gyermekek, szülők, óvónénik kézműves tehetség műhelyek alkotásain kívül megjelent egy Karcagon nagyon hosszú évek óta működő kézműves csoport, a Sigfolt Klub. Fogadjuk az ő munkájait is szeretettel, és ha itt van Bojtiné Péntek Ildikó a terembe a csoport vezetője, akkor szeretném ide invitálni. Ha nincs, akkor nagyon megköszönjük nekik, és meg fogjuk tekinteni a kiállított darabjaikat. Annál is inkább, hiszen ezeket a darabokat, képzeljétek el gyerekek, hogy elvihetjük majd az óvodánkba, és játszhatunk azokkal a varrott kis játékokkal, amiket a Sigfolt Klub tagjai készítettek nektek. Köszönjük szépen! És a mai napon jutalmak átadására kerül sor, hiszen a rendezvényünket támogatta a karcagi Tesco áruház, és az intézményünk néhány kis játékkal tud kedveskedni, illetve emléklapokkal a kiállítás alkotóinak. Ezúttal szeretném még megköszönni a karcagi és a megyei média munkatársainak, hogy a kiállításon itt vannak, és azok is lehetőséget kapnak arra, akik nincsenek ma itt velünk, hogy megtekintsék a műsort és a kiállított munkákat. Szeretném megkérni alpolgármester asszonyt, képviselő urat, legyenek segítségemre a ajándékok átadásába, Skunné Mónika, Nánási Mónika intézményvezető helyettest. Szeretném kérni a Táncsics körút 17-es óvoda vezetőjét, Andrássy Tiborné Editkét, intézményvezető helyettest, és Nagy Tiborné Marian óvonénit a gyerekekkel. Elkészítették az alkotásokat, és fogadjátok szeretettel az ajándékcsomagot, amelyet alpolgármester asszony ad át. Gratulálunk az alkotóknak és a fellépő gyerekeknek. A Jókai úti óvoda képviselőit szeretném kérni. Romhányiné Incike tagóvoda vezető és az óvodát képviselő szülő és gyermek. Gratulálunk! A Csokonai úti óvodából érkező gyermekeket, óvonéniket szeretném kérni, hogy átvegyék az emléklapot és a ajándékot. Szarkáné Gabika óvonéni, aki szintén kézműves tehetségműhelyet vezet a Csokonai úti óvodában. A Kinizsi úti óvodából érkező kolléganőmet, Molnárné Orosz Csilla tagóvoda vezető fogja átvenni az emléklapot és az ajándékot.
A Kuthen úti óvodából érkező kolléganőimet és gyermekeket szeretném megkérni az emléklap és a ajándék átvételére. A Szimovodából érkező gyermekeket, és Balaj Tini Sütő Margót a óvodavezetőn fogja átvenni az emléklapot és az ajándékokat. Péter úti óvodából érkező gyermekeknek szeretnénk gratulálni az emléklappal és az ajándékkal, és az óvonéniknek, Kosztosné Kovács Éva tagóvodavezető, Balogh Sándorné Marcsi és Popovicsné Marika óvonénik veszik át az ajándékokat. Táncsics körút 19-es óvodából itt lévő gyermekeket, akiket a színpadon is láthattunk az előbb, hiszen ők a környezeti és kézműves tehetségműhely tagjai, valamint a műhelyeket vezető kolléganői Mándi Kata tehetséggondozó óvodapedagógus és Háló Éva környezeti nevelőpedagógus. Az alkotásokon túl gratulálunk a műsorotokhoz is, gyerekek. És óvonénik, a Kuka Manó. És végül, de nem utolsó sorban, a Zöldfa úti óvodából szeretném kérni a tehetségműhelybe járó gyermekeket és kolléganőimet, hogy vegyék át az emléklapot és az ajándékokat. Bájé nagy tíme a óvodapedagógus, aki a kézműves műhelyet vezeti. Gratulálok nektek, gyerekek! Gratulálok az óvonéniknek a produkciókhoz, az alkotásokhoz. Még külön szeretnék gratulálni, bár már a Táncsics 17-es óvodánál említettem Andrássy Tiborné Editke kolléganőmnek, aki ennek a projektnek a vezetője. Ez a pályázati program még tart. Ez a kiállítás most egy megálló pontja annak, hogy a műhely alkotásai hogyan is állnak, hová jutottak a gyermekek ez alatt a néhány hónap alatt, amit ebben a tanévben a projekt időszaka alatt megvalósítottak. Az elkövetkezendőkhöz pedig még nagyon jó munkát kívánok nekik, hiszen még van hátra a programból. Mind a gyerekeknek élményszerző programokat, gazdag tevékenységet kívánok az elkövetkezendő időszakban. Szeretném megköszönni ezen az alkalmon intézményünk fenntartójának, Karcagváros Önkormányzat képviselőtestület tagjainak, akik itt vannak most jelen velünk, adják át polgármester úrnak és a képviselőtestület tagjainak köszönetünket, hiszen a pályázat támogatása, a programjaink támogatása, az óvodai nevelés magas szintű megvalósítása csak az ő támogató, fenntartói hozzáállásukkal valósítható meg városunkban és intézményünkben. Köszönjük szépen, hogy ezen a mai alkalmon is itt vannak, itt vagytok velünk. Most fog következni, azt gondolom, az a része a programunknak, amikor a gyerekek birtokba vehetik majd azokat a játékokat, amelyek újrahasznosítva hulladékanyagokból készültek,
és alkalmasak arra, hogy egy picit tovább játszunk, még újra használjuk őket. Itt a terem egy picit berendezésre kerül, átrendezésre kerül, úgyhogy egy néhány pillanat múlva itt birtokba vehetik a gyermekek és a szülők egy közös játékra az elkészült eszközöket. Az érdeklődők pedig a kiállításunkat ezen a héten tekinthetik meg, április 22-ig a Déréné Kulturális Központ nyitvatartási idejében. Várunk nagy-nagy szeretettel minden érdeklődőt, iskolás csoportokat, óvodás csoportokat, hogy megtekintsék, ötleteket gyűjtsenek, és otthon majd elkészítsék, és talán a család vagy a közösség együtt játszon egy-egy itt megismert játékkal. Én megköszönöm mindenkinek az érdeklődését, kérem tekintsék meg a kiállítást, gyűjtsenek ötleteket, és érezzék jól magukat itt a mai napon még velünk. Köszöntöm Önöket innen a Déréné Kulturális Központból, a Jász újra. Kiállítás megnyitóján is műsorán voltunk, ahol rengeteg ötletet láthattak az újrahasznosított hulladékokból. Kovács Ilmi alpolgármester asszonnyal beszélgetünk itt a kiállítás és a műsor után. Mögöttünk nyüzsgő gyerekeket látunk, akik fantasztikus rácsodálkozással nézik ezeket a dolgokat, de én azt gondolom, hogy mindenki talál olyat, amit tudna otthon ő maga is elkészíteni. Így van, mi is rácsodálkoztunk azokra a gyönyörű alkotásokra, amelyeket különböző maradékokból, hulladékokból készítettek a gyerekek az óvónők segítségével és gondolom, hogy irányításával. Nagyon ötletesek ezek, és évről évre mindig újakat találunk. Tényleg nem lehet ezeket viszont látni, minden évben más-más alkotások születnek, és más-más meglepetéssel lepnek meg bennünket. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó példa a gyerekeknek arra, hogy amit szemétnek gondolunk, amit szeméknek gondolunk, az nem biztos, hogy az. Lehet ezt még ötletesen és nagyon kreatívan újrahasznosítani, és nagyon jó funkcióba helyezni, és nagyon jól alkalmazni, használni, akár a mindennapi élet során. Nagyon ötletes dolgokat látunk, az előbb egy rádiót láttunk dobozból elkészítve, amiben lehet tekerni egy kis mesefilmet, és éppen hallom, hogy az óvónő elmondásából, hogy ezt egy hallássérült kisfiú készítette, de van egy olyan a csoportban, és milyen jól tudja ő ezt használni. Én úgy gondolom, hogy az ötleteknek nincs határa, és ez mind jó példa a gyerekeknek arra, hogy hogyan lehet a mindennapi életünket kicsit tartalmasabbá és értékesebbé tenni. Nem szabad szemetelni első körben. Ez egy nagyon jó okulás volt a műsort tekintve is. És ha már szemetünk van, akkor tényleg mit tegyünk azzal? Összegyűjtve egy kupacba tároljuk, és akkor tényleg csak szemétről beszélünk, vagy pedig szelektáljuk, és akkor nagy eséllyel újra tudjuk hasznosítani értelmes célokra ismét felhasználva azt. Még beszéltünk, én egy kicsit oldalra néztem, hiszen ön mögött a gyerekek szülők birtokba vették az előbb említett játékokat, amelyek tényleg ilyen újrahasznosított dolgokból készültek, és nagyon ötletesek, és tényleg nem sok minden kell hozzá. Én azt gondolom, hogy az a legnagyobb öröm, amikor a szülő a gyerekével együtt játszik. Egyrészt a szülőkkel való együttjáték, ez tényleg egy pótolhatatlan, és én úgy gondolom, hogy minden szempontból a legfontosabb a gyermek számára, illetve az is nagyon fontos, hogy lássa és megtanulja, hogy nem mindig a megvásárolt és a legdrágább játék a jó, hanem bizony azzal a játékkal talán szívesebben is játszik minden gyerek, amelyet ő készített és ő csinált, hiszen benne van a munkája, az igyekezete és egy kicsit a szíve, lelke és természetesen a fantáziája, hiszen ezek a gyerekek egy olyan fantázia és mesevilágban élnek, ami azért nagyon valós is, tegyük hozzá, és nagyon kreatív és nagyon hasznos, és amikor viszont látják a saját munkájukat, én úgy gondolom, hogy méltán büszkék erre. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Anási Tibor intézményvezető helyettessel beszélgettünk, hiszen egy nagyon szép és tartalmas és nagyon hasznos műsort hoztak ide el minden megjelentnek. A gyerekek is nagyon élvezettel gyűjtötték szelektíven a hulladékot. Én azért tudom, hogy ez nem erre az egy napra szólt, hiszen minden óvodában ez folyamatosan így van. Igen, ez folyamatosan így van. Ez hagyomány az óvodáinkban, a földnapra való megemlékezés, és a földnapi megemlékezést egy projekttémában szoktuk feldolgozni. Ennek az egyik területe a hulladék újrahasznosítás, a hulladék szelektív gyűjtése, ennek a szokásának a megalapozása az óvodás gyermekekben.
Úgy indítottuk el ezt a projektünket, hogy először is megismerkedtünk a gyerekekkel a hulladéktípusokkal, játékos tevékenységeken keresztül, ezt követően pedig megismerkedtek a gyerekek a Kukamanó mesével, amit éppen az óvónénik játszottak most el, és igyekeztek interaktívan bevonni a gyerekeket. Ezzel is szerettük volna elmélyíteni, hogy hogyan kell tulajdonképpen a hulladékot szelektíven gyűjteni, a környezettudatos magatartást megalapozni és ezt szokássá alakítani. Gondolom, hogy az óvodában ezt azért minden nap így csinálják a hulladékgyűjtésekor, de mennyire van visszajelzés arról, hogy a gyerekek otthon a szülőkkel is hasonló módon szelektíven gyűjtenek el? Igen, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a szelektív hulladékgyűjtés szemléletének a kialakítására. Az óvodában a mindennapokban szelektíven gyűjtjük a hulladékokat, ezt ugye a szülők is látják, tapasztalják, és én úgy gondolom, hogy a gyerekeken keresztül a szülők szemléletét is formálják. Én nagyon sok ötletet látunk itt, én azt kívánom, hogy legyenek tovább is ilyen kreatívak az óvónénik és a gyerekek is, és nagyon sok ötletet vigyenek haza a szülők, hogy otthon meg tudják ezeket valósítani. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget mi is. Jegyezd meg, jó?